Nino, 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 Nino. Kezüket csókolom, hölgyeim, jó estét kívánok, uraim, otthon a képernyők előtt és itt a stúdióban. Tisztelettel köszöntöm Önöket az év legszeszélyesebb hónapjában, áprilisban. Mint tetszenek látni, egyedül vagyok itt a stúdióban, nem véletlen, mert Kudlik Juli a Juli suliban kuksol, hát hiába jó pap holtig tanul. No de visszatérve az áprilisra, ilyenkor már végre hozzájutunk a télen oly annyira hiányolt vitaminokhoz, és nagyon gazdag a válaszék, hát idei karaláb, idei spárga, idei paprikás csirke, idei uborka salátával és régi feleséggel. Apropó feleség. Olvastam valahol, hogy elítéltek egy embert, mert 4 felesége volt. Azt tudnám, hogy minek kellett neki 4 feleség. Azért, hogyha egy ott hagy, akkor még mindig marad 3. Na jó, de minek az a 3? Azért, hogyha egy elválik, még mindig ott van 2. Jó, de minek 2? Ha az egyik jobb létre szenderül, akkor a férj nem lesz özvegy. Na de van még egy kérdésem, minek az az egy? Na látod, ezt én se tudom. És itt vannak a zöldség különlegességek. Különösen a legyengült férfiak figyelmébe ajánlanék 3-at, ezek pedig a brokkoli, a cukkini és a kukkoni, ugye? Na de... Maradjunk még a zöldséglevesnél, legalábbis egy villámtréfa erejéig. Uj, ez undorító, felháborító, ide se jövök többet. Jó. Főnök, a nagy csöcsös az, hogy balhézik, hogy légy van a zöldséglevesibe. Légy van a zöldséglevásba? Igen. Akkor számoljon húslávást. Ilyenkor tavasszal még a kedélyünk is derűsebb. Talán átragad rá a természet jókedve. Hát mi van veled, drága barátom? Miért vagy olyan szomorú? Én nem tudom, de nekem a feleségem olyan gyanús. Gyanús? Miért? Hát tudod, hogy valaha Miskolcon laktunk, aztán hát költöztünk Sopronba, 2 évig éltünk Szegeden, most meg itt a fővárosban. Na jó, de mi ebben a gyanús? Föltűnt, hogy a postás mindenütt ugyanaz. És szíves engedelmükkel most bejelenteném tavaszi bemutatónk első produkcióját, egy bohóc parádét. Úgyhogy egyelőre én nem bohóckodom tovább, bohóckodjék ők. Show.
Ezúton szeretném megköszönni azoknak a kedves nézőknek a segítségét, akik termékekkel láttak el bennünket a Pocsékáru fórumára, és ezek után hadd mutatom be háromtagú ítélő bizottságunkat, Éles Istvánt, dr. Horváth Tibort és Ihos Józsefet. No. Ezek után lássuk a pocsékabbnál pocsékabb árukat, tehát én meg kérem egy nagyon szép vonzó kis kártyanaptár, nagyon praktikus zsebben, ridikülben. Igen, ám csak egy baj van, hogy ez szerint a kártyanaptár szerint ez az év augusztus 31-ével fejeződik. Szerintem ezt gazdasági vezetők számára készítették ezt a kártyanaptárt, ugyanis szeptember 1-e után már úgy sincs semmire pénz. Na, ez a kártyanaptár az ellenzék válasza a kormány megszorító intézkedéseire, ugyanis ha csak augusztusig tartana ez az év, hát gondoljunk csak bele, meg lehetne spórolni 4 havi tandíjat és legalább 2 havi fűtést. Ez a pénzügyminisztérium kártyanaptára, ugyanis 30%-kal leértékelték az évet. A következő termék egy női harisnyanadrág, az egyik szára valóban ilyen, így mondjam, lábfejben végződik, ám de a másik, tessék csak figyelni, azt mondja, hogy jaj, ki ne szakítsam. Szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon kiváló termék. Ez egy harisnyanadrág, amelynek az egyik szára harisnya, a másik szára meg nadrág. A másik megoldás az, hogy valószínűleg az egyik szárát lábatlanban készítették. Ennyi, ebben a harisnyagyárban mekkora lábfejetlenség uralkodik. A következő termékünk egy bevásárló szatyor, rá is van írva, hogy köszönjük a vásárlást. Igen ám, csak hogy nincsen feneke. Ez egy nagyon-nagyon praktikus szacskó, különösen az eladók számára, ugyanis ugyanazt a terméket igen sokszor el lehet adni, mert már le is tettem a pultra, és újra el tudom adni. Nem véletlen, hogy utána megköszönik a vásárlást. Hát így igaz, az van ráírva a szatyorra, hogy köszönjük a vásárlást, de ha egy ilyen szatyorral hazaérünk a boltból, már mondhatjuk is, hogy nincs mit. Ez egy tényfeltáró szatyor. Ha belenézünk, akkor átlátjuk a magyar gazdaság helyzetét. Csak ne sokáig leskelődjünk a lyukon át, mert előbb-utóbb nekünk is lyukas lesz a gazdasági helyzetünk. Na, az iménti szatyornak íme ez az acskó a tökéletes ellentétje, mert akárhol próbálok belenyúlni, nem megy. Mind a 4 oldala le van heggesztve. Szerintem ez egy légzsák kiskorában. A következő termék egy tubus finom mustár. Mit tetszenek látni, ez még gyárilag le van heggesztve, teljesen érintetlen, igen ám, de a tubusban nincsen semmi. Nem, ez egy nagyon speciális mustár, virslimentes majálisokhoz. Ez a mustárgyár és a kámforgyár első közös terméke. Kezemben egy stanicli, az van ráírva, hogy háztartási keksz, de hiába mondanám, hogy én kekszpartnert keresek, le van heggesztve, de ebben nincsen semmi. A termék fogyókúrázók számára készült, garantáltan 0 kalóriás. Ebben az acskóban a kémrepülőgépek pilótai részére gyártott pilótakeksz található, és azért nem látjuk őket, mert nagyon titkos recept alapján sütötték. Ugyanazt szeretném mondani, ami az acskóban van.
tavasz van, ugye a veteményezés, ültetés, plantálás ideje, íme egy kis zacskó kígyó uborka mag. Azt mondja, hogy ültetés 2-3 növény négyzetméterenként. Hát kérem szépen, ebben egy fél négyzetméterre való kígyó uborka mag van, egyetlen egy szem. Igaz, hogy csak egyetlen mag van az acskóban, ez viszont kétszeres hatású, ugyanis ettől nem csak az uborka fog kikelni, a vevő is magából, ha otthon meglátja, hogy mit vett. Ez a magányos cédrus vetőmagja. Nagyon érdekes könyvet tartok a kezemben, azt mondja, hogy kémrepülőgépek, és még ez van ideírva, teljes részletességgel megírt, kitűnően illusztrált áttekintés a ma hadrendben álló rendkívül magas technikai színvonalú felderítő repülőkről. Úgy látszik, hogy csupa hadititok van benne, ezért ilyen borsos az ára, 548 forint. Valóban nagyon-nagyon szép képek vannak benne, valóban nagyon-nagyon részletes szöveg. Tessék nézni. Ennyit a legmodernebb felderítő és kémrepülőgépekről. Nektek viszont nagyon szépen köszönöm a közreműködést.